Az Interkultur Hungária Nonprofit Kft. 2015. március 29-e és április 2-a között 15. alkalommal rendezte meg a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyt és Fesztivált. A rendezvény 1988 óta 27 éve csábítja Budapestre a hazai és nemzetközi kórusvilág énekkarait. A nemzetközi kórusversenyen és fesztiválon 16 ország 60 kórusa, csaknem 2000 énekes vett részt. A 30 hazai énekkar mellett számos európai kórus is képviseltette magát, de a távol-keleti országokból, az Egyesült Államokból és a világ más tájairól is jöttek énekesek. A kategória versenyeknek a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterme és a Budapesti Music Center adott otthont. Az énekkarok értékelését a hazai és a nemzetközi zenei élet kiválóságait felvonultató zsűri végezte. A gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola Kántáre kórusa a gyermekkarok kategóriájában versengett további 5 énekkarral. Most hallgassuk meg a gödöllői Kántáre énekkar műsorát, and now let's listen to the program of the Kántáre choir from Gödöllő. Leo Delib, Messe Breve, Gloria. Tillai Aurél, kit sok boldog pásztor. Ránki György, dal Skála asszonyról. És Pertis Jenő, medvetánc. Közreműködnek Instrumental Accompaniment, Fuvola Flute, Ella Beatrix, zongora, piano, Ferenci Beáta. Vezényel, the choir master is Tóth Edith. Gloria in excelsis Deo.
A Tóth Edit tanárnő által vezetett Gödöllői Kántáre kórus a 15. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen számos nemzetközi kóruszenei szakember tanácsain alapuló értékelési rendszer alapján ezüst minősítést ért el.